Jó, srácok, sziasztok! Ebben a videóban egy olyan problémáról, illetve annak megoldásáról lesz szó, ami mostanában sajnálatos módon egyre inkább elterjed, egész Twitch szerte streamerek sokaságának jelent egyre nagyobb problémát. Viszont ezt kevesen tudják, hogy a követőbotok eltávolítására van megoldás. Bizonyára te is észrevetted már azt, hogy a cseteden stream közben bent ül egy Commander Root nevű felhasználó. Ő egyébként nem más, mint egy német Twitch partner, aki különböző eszközök segítségével igyekszik megkönnyíteni a streamerek életét. Meg annyi Twitch túlja segít nekünk abban, hogy a követőbotokhoz hasonlatos kellemetlenségektől minél hamarabb meg tudjunk szabadulni. De nézzük meg akkor, hogy hogyan lehetséges mindez. A képernyőn látható oldal linkjét természetesen megtalálod a videó leírásában. És egy professzionális tipp, használhatod akár nappali, akár éjszakai módban is az oldalt, hogy ne égesse ki a szemedet. Nincs is más teendőnk, mint a Twitch fiókunkban bejelentkezni az oldalra. Betölti nekünk gyorsan a követőinket. Látható, hogy nekem a tegnapi napon körülbelül plusz 400 darab követőm érkezett. Ez a mindegyike bot volt. Miután gyorsan betölti az egész oldalt, szűrő segítségével kiválogathatjuk, hogy kik azok, illetve melyek azok a felhasználók, amelyeket kell kívánunk távolítani a Twitch accountunkról. Nagyban segítik ezt az eltávolítást, illetve magát a szűrési folyamatot a dátumok, amelyeket itt listáz nekünk, illetve ezek a darabszámok, ami alapján látható az, hogy melyik napokon hány követő érkezett, illetve hogy azok a követők mikor lettek regisztrálva. Ezek a peak értékek pedig azt jelölik, hogy bizony a tegnapi nap, illetve a január 2-ai regisztrált felhasználók azok lesznek, akik nekünk a problémát okozzák. Amikor megérkezik ez a követő hadsereg, akkor érdemes feljegyezni az időpontot, és az alapján nagyon könnyen vissza tudod keresni azt, hogy mikori követéseket kell kiszűrnöd. Ez az időpont nálam a tegnapi napon, vagyis február 13-án 8 óra 41 perckor következett be. Meg is keresem ezeket a felhasználókat, lejjebb görgetve itt a listában, és pontosan be tudjuk lőni, hogy kik azok és mely időpontok között voltak azok a követők, akiket ki kell, hogy szűrjünk. Itt látszik is, második volt 13, 8 óra 41 perc, nézzük, hogy van-e még belőle. Ő már 8 óra 57-kor érkezett, tehát az utolsó 8 óra 41-44-kor, így ki is másolom ezt a dátumot innen. Egyébként a nem kívánatos usereket egyenként is el lehetne távolítani, a legördülő kis nyilacska segítségével, hanem természetesen a szűrő a segítségünkre van abban, amikor tömegével követnek be minket, illetve ezeket el kell, hogy tömegével távolítsuk. No, visszagörgetve meg is adom a vége dátumot, pici ráhagyással azért természetesen, 8 óra 41-50-re írom be a végét, és akkor legörgetve teljesen egészen odáig, 8 óra 41 elejéig, hogy a szűrést el tudjuk végezni. Meg is van a legelső, 8 óra 41-19-kor érkezett, innen is kikopizom a dátumot, és egy pici ráhagyással behelyettesítem, legyen mondjuk 8 óra 41-10, rászűrök, és már csak őket listázza. Itt látható az, hogy 8483 követőm van jelen pillanatban, ebbe természetesen beleszámítanak a követőbotok is, és a Remove All Followers Listed Below gombon legördülő menüből még akár blokkolhatom is őket, természetesen ezt az opciót fogom választani. Jön egy prompt, ezt leokézom, és elkezdi számolni. Itt ő 387 darab követőt ír jelenleg, akiket pörget lefelé, és tiltja lefele őket folyamatosan. Már is a végére ér a számláló. Erről tájékoztat minket az oldal is. És ahogy a szűrőt ott hagytam ugyanezen a beállításon, ha még egyszer ráfrissítek, akkor ők már nem a követői. Ennyire egyszerű egyébként ez az egész történet. Tulajdonképpen semmi értelme nincsen annak, hogy követőbotokkal bombáznak meg minket streamereket a Twitch-en, mert pár perc alatt mindegyiktől nagyon könnyen meg tudunk szabadulni. Remélem hasznosnak találtad ezt a videót, és te is meg tudtál szabadulni a nem kívánatos követőbotoktól,
amennyiben így érzed, kérlek dobj egy lájkot a videóra, illetve egy szabot a csatornára, nagyon sokat segítesz ezzel. Illetve mindenképp jár még egy nagy shoutout Mangerinek és Ervinnek, akik az ötletet adták és megmutatták a módszert ahhoz, hogy én is megszabadulhassak a saját követő botjaimtól. Az ő elérhetőségeiket a videó leírásában megtalálod. Erről a témáról nagyjából ennyit, hogyha bármi egyéb kérdésed van még, akár streameléssel, akár ezzel kapcsolatban, nyugodtan keresd az elérhetőségeimmel, megtalálod őket a videó leírásában, illetve találkozunk az élő streameken Twitch-en is. Nagyon köszi, hogy egészen idáig megnézted ezt a videót, találkozunk legközelebb is. Hejhó!